Dr. László Imre 2019-ben vette át Újbuda vezetését, és a sportnyelven szólva most vagyunk fél időnél. Egy kis számvetésre jutunk össze polgármester úrral. Köszönöm, hogy eljött, jó napot kívánok! Mindenkit üdvözlök, én is jó napot kívánok, bár a sporttal kapcsolatos beharangozás az nem volt egészen jó, mert a sport következtében itt van egy alkartörés. Mit történt? Na de hát semmi, hát elestem. Elestem tenisznél. Ez előfordul. Úgyhogy semmi különösebb gond, csak a sportról jutott eszembe, meg azt hiszem, hogy egy kötetlen, laza beszélgetés lesz most az elkövetkezendő percben. Igen, azt kívánom magunknak, és jobbulást kívánok, hát akkor egy sportsérüléssel sikerült ezt nyitnunk. Azért említettem ezt a fél időt, mert hát azért azt mondhatjuk, hogy az elmúlt két és fél év nem telt unalmasan. Volt egy Covid-járványunk, aztán önkormányzati elvonások következtek a kormányzatnak köszönhetően, de azt gondolom, hogy nem kell mindig a válságkezelésről beszélni. Most sokkal inkább arra lennék először kíváncsi, hogy milyen Újbudát is szeretne látni ön, illetve itt a kerületben élők. Hiszen Újbuda a legnagyobb budapesti kerület, amit már méreténél fogva is kihívás irányítani, fejleszteni. És azt gondolom, hogy egy nagyon fontos igénye az önkormányzatnak az, hogy egy egységes, pozitív arculatot adjon a kerületnek, hogy aki bejön ide a hidakon keresztül, vagy az M7-es felül, valami pozitív élmény, valami kellemes élmény fogadja. Hogyan kezdtek neki ennek a munkának? Kétségtelen, bár egy kicsit furcsa dolog, én magam is meglepődtem. Azt tudtam, hogy a területét illetően Újbuda nem a legnagyobb budapesti kerület, és hogyha azt mondom, hogy 8., akkor az talán meglepő. Engem minden esetre meglepett ez az információ, az, hogy lélekszámba a legnagyobb, ez egyben jelzi egyébként azt is, amit azért szeretünk, meg amit megnyugvással tudunk nyugtázni, hogy tisztelik és szeretik ezt a kerületet, és nagyon sokan költöznek ide. Újbuda, elfogult vagyok, be kell vallanom őszintén, nem csak azért, mert itt élek, hanem azért, mert ismerem a kerületet, és azok az értékek, amiket föl tud vonultatni, az önmagába véve egy fantasztikus dolog. Most nem csak arra gondolok, hogy itt készült egy világrangsor, hogy melyik a igazán legélhetőbb területe minden kulturális szempontból alapvetően a világnak, és a 7. helyre sorolták Újbudát. Ez egy fantasztikus nagy dolog, fantasztikus nagy dolog. Budapest az valahol a 30. környéken szerepel, mint főváros, és a fővárosnak egy kerület a 7. a rangsorba. Csodálatos. Akkor, amikor arról beszélünk, hogy mégis milyen ez a kerület, akkor elkerülhetetlen az, hogy arról beszéljünk, hogy szerencsés szám. 21 városrészből áll Újbuda. Ez is egy meglepő adat, de azt kell mondanom, hogy nem teljes. Mert hogyha azt nézem, hogy a Lágymányosi öböl partján, ott a Moltorom környékén egy önálló városrész kialakulása formálódik, hiszen ott 40 000 ember lesz, egy szexárd, gyöngyös nagyságú város, akkor talán nem túlzás, hogyha azt mondom, hogy igen, ez lesz a 22. városrész a kerületen belül, és hogyha arról beszélek, ahol én magam is élek, a Tóvárosnál, hogy az Atenornak a beruházása következtében ott megint több ezren fognak élni, és ott kell kialakítani azt a környezetet, ami igazán szép, élhető, és a feltételeket az élethez értek alatt a bevásárló helyeket, kulturális lehetőséget, óvodát, bölcsődét, játszóteret, sportolási lehetőséget adni fogja, akkor már is túlléptünk a szerencsés számon, és már a 23-at számláljuk. Tehát egy rendkívül heterogén, de pozitív értelemben heterogén kerület, a 11. kerület, egy abszolút szerethető hegyekkel, Citadella, Gellért-hegy, Sashegy, Madárhegy, Dunaparttal, a legkülönbözőbb részek, azt kell mondanom, hogy a földrajzi vonatkozásban minden megtalálható. Amit meg kell őrizni, jelen pillanatban Újbuda területének 52%-a zöld. Ezt minden körülmények között meg kell őrizni.
és el kell kerülni azt, hogy beépítésekkel rontsuk a saját életkörülményeinket, azokat a feltételeket, ami mellett egyébként jól érezzük magunkat. Nem mehetünk el amellett, amire most ön is utalt, hogy egymás hegyén hátán épülnek az épületek, és sokan, mintha úgy éreznék, hogy az állam ezen a területen nem a lakosság érdekét képviseli, hanem a befektetőkét. Hogyan lehet mégis megvédeni a kerületet attól, hogy elvesszen ez a terület, elvesszen az élhetősége? Ez nagyon fontos, amit kérdezett, és egy nagyon fájó pont. Nem csak nekem, hanem mindazoknak, akik Új-Budáért dolgoznak. Akkor, amikor átvettük a kerület vezetését 2019. októberében, akkor én a főépítésztől azonnal kértem olyan adatokat, amik az építési engedélyek, kiadott építési engedélyek erre vonatkoznak. Pillanatok alatt kiderült, hogy 14,5 ezer lakás építésére van kiadott, jogszerű engedély, amit gyakorlatilag néznünk kell, vissza nem vonhatjuk, tekintettel rá, hogy a jogszabályok ezt nem teszik lehetővé. 32 lakópark épült, illetve épül. Ezek korábbi engedélyek alapján futnak, így ennek megfelelően nekünk ehhez kell alkalmazkodni, és ezeknek a figyelembevételével kell kialakítani az élhető területet. Egy nagyon furcsa dolog, amire utalt, és ez egy kicsit úgy rezonál is bennem, meg is ütött, hogy azért történnek olyan törekvések, amik itt a beépíthetőség növelésére, ha úgy tetszik, a zöld terület csökkentésére irányulnak. Tavaly elindult a barna övezetek, rozsdaövezet. Most barna övezetnek nevezett területek építésével kapcsolatosan, vagy beépíthetőségével kapcsolatosan egy kormányzati szintű intézkedés sorozat. Kaptunk mi is egy ennek megfelelő tájékoztatást, illetve kérdést, hogy kívánjuk-e az Új-Buda területén barna övezeteknek a létrehozását. Mi nagyon határozottan azt írtuk vissza, hogy köszönjük, nem kérünk belőle. Új-Buda, ugye ezzel is kampányoltunk, Új-Buda megtelt. Itt az életkörülményeit kell javítani, azt, hogy az emberek jól érezzék magukat, az, amihez terület kell. Nem a beépítettséget, a sűrűséget, az, hogy egymás hegyén hátán létezzünk. Ezt javítani. Na most annak ellenére, hogy mi megírtuk, hogy köszönjük, de nem kérünk belőle, most sorozatba jön a miniszterelnökségtől Gulyás Gergely aláírásával az az anyag, ami arra utal, hogy itt is, meg ott is, meg amott is kinevezik ezeket, akár megnevezik ezeket a területeket, és végeredménybe építési lehetőséget biztosítanak. Abban az esetben ezt is lehetővé tették, hogy amennyiben ehhez az önkormányzat nem járulna hozzá, akkor a kezdeményezőnek a kérésére kiemelt állami beruházással nyilvánítják, és csak a nézőknek mondom, hogy értsék, attól a pillanattól kezdődően semmilyen vonatkozásban a kerület építési szabályzata nem vonatkozik rá, nincsen semmi olyan lehetősége a kerületnek, hogy a legminimálisabb mértékben is beleszóljon ebbe a dologba, magyarul kivonják az önkormányzat szabályozási lehetőségeinek a sorából. Ez egy szörnyű dolog. Hát most ülünk le sorba azokkal a beruházókkal, akik megkapták a miniszterelnökségtől ezt a lehetőséget, és próbáljuk úgy intézni a dolgokat, és ez vonatkozott a korábban kiadott engedélyekkel párhuzamosan induló beruházásokra is, hogy leültünk a beruházókkal, és településrendezési terv keretébe hozzájárulást kértünk ahhoz, hogy a környéke, ott, ahol a beruházás történik, azért normális legyen minden szempontból. Nem csak az utak, meg a világítást értem ez alatt, hanem óvodai, iskolai,
alapvetően inkább óvodai és bölcsődei férőhelyek bővítésére, bevásárlási lehetőségeknek a megteremtésére, vagyis hogy az a terület, ahol létrejön az a beruházás, az humán szempontból egy élhető terület, egy működő terület legyen. Akkor a legtöbb nagy beruházásnál ez az, amit az önkormányzat tehet, ha jól értem, itt van az első magyar felhőkarcoló, a MOL Torony és a mellett épülő ingatlanok, ugye ez is több tízezer embert fogad majd be. Itt is, mintha nem állna készen ez a környék ekkora forgalomra, és mintha nem is gondoltak volna az ingatlanfejlesztők arra, hogy itt egy humán infrastruktúra fejlesztésre is van szükség. Ezekben meg tudnak velük állapodni? Lehet előre mozdulni? Ez is egyik fájó pontunk, hiszen ott Irdésmond, ez hihetetlen erős szám, 25 ezer munkahelyet hoznak létre, és emellett 3000 lakásnak az építésére kerül sor. Erre mondtam azt, hogy egy Gyöngyös és Szekszárd nagyságú város fog a Duna partján létezni önálló városrészként. Hát itt nem szeretek ilyet mondani, de az előteinknek egy nagyon jelentős mulasztása van, ugyanis 2017. december végéig el kellett volna készülni azoknak a településrendezési terveknek, ami mentén beléptetik azokat a dolgokat, amivel ennek a területnek az élhetőségét biztosítani tudják. Konkrétan mondom, már meglehetősen szép számmal több ezer ember él ezen a területen. Hát Istenem, elfelejtkeztek arról, hogy orvosi rendelő legyen, ami egyébként be van ütemezve, és nem hiszem egyébként, hogy valami hallatlan szellemi képességekkel kell rendelkezni ahhoz, hogy tudják nagyon jól, hogy ha én elkezdem a lakóházaknak az építését és átadását, azzal párhuzamosan igények jelennek meg. Például házi orvosi rendelő, például óvoda, például bölcsőde, például az iskolai férőhelyekkel kapcsolatosan milyen felmérés és hozzájárulás. Azt kell mondanom, hogy elődeink egyetlen egy lehetőséget használtak, nevezetesen a fonódó villamosnak a kiépítése végeredményben erre a területre, a Dombóvári út végéig. Most hadd mondjam, a Dombóvári út és a másik irányból, a 22. kerület irányából jövő út, a budafoki, ez jelen pillanatban is túlterhelt. Akkor csak úgy csendben szeretném megkérdezni, hogy fog 25 ezer emberbe menni oda dolgozni erre a területre? Hogy fog délután kijönni? Mi lesz ott a mozgás? Minek alapján lehet ezt a dolgot elrendezni? Egy villamossal? Hát erősen, úgy érzem, hogy kétségeim vannak, hogy ez a dolog megoldható. Na most ebben az ügyben mi folyamatosan fölvettük a beruházóval a kapcsolatot, folyamatosan Vitézi Dávid, ugye vezérigazgató, aki a Budapest közlekedése szempontjából meghatározó, folyamatos tárgyalásban vagyunk. Hát minden körülmények között nekünk az a feladatunk jelen helyzetben, hogy közlekedés szempontjából, humán szempontból, mert ugye erre a területre a rendőrségtől kezdődően üzleteken át mindent be kell vinni annak érdekében, hogy maga ez a terület élhető legyen. Hát akkor megpróbálják utolérni ezeket a fejlesztéseket ezekkel a... Ez a feladatunk, ez a dedikált feladat, tehát itt nincs arról szó, hogy mi most kegyet gyakorlunk és elkezdünk csinálni valamit, ez a kötelességünk. De szomorúan vettük tudomásul, hogy elmulasztott kötelességet kell valamilyen szinten visszapótolni. Másik fontos, ha már fejlesztésekről beszélünk, fontos értékek, amiről korábban beszélt, ez a távlatokban gondolkodás, ami most is előjött, és a lakosságközpontú konszenzusnak a keresése. Hát erre legutóbb egy nagyon jó példa volt,
a Kelenföldi Városközpont újjáépítésének a kérdése, ahol aztán komoly kompromisszumkészségre volt szüksége minden oldalnak, hiszen a főváros, a lakosság és az önkormányzatok érveit kellett valahogy összefésülni. Hogyan működött, hogyan működik ez az együttműködés? Hát itt majd két dolgot szeretnék elmondani ezzel kapcsolatban, de most koncentráljunk a kérdésnek a lényegére. Az indulásnál kompromisszum volt. Nem mi indítottuk ennek a területnek az értékesítését, hiszen alapvetően ez fővárosi tulajdon 80%-ba, hanem a főváros. És akkor mondtuk, hogy rendben van, megkerestek bennünket, csatlakozunk, de azzal a feltétellel, hogy itt a középpontban nem az eladásnak a ténye, tehát az, hogy mennyit kínálnak érte, álljon, és akkor a legtöbbet ígérő viszi el az üzletet, hanem rögtön mellé csatoltuk azt, hogy egy beadott terv alapján tudni akarjuk azt, hogy ezen a területen mit kívánnak létrehozni. Mert ami nem felel meg az elképzeléseinknek, Kelenföldi Városközpont, tehát egy nagyon is fontos hely a kerületbe, ahhoz nem járulunk hozzá, és megkaptuk a fővárostól a vétójogot, amivel a végén éltünk is. Amikor kiderült az, hogy a főváros hát talán az ott dolgozókkal azokat a megbeszéléseket hiányosan, nem tudom pontosan, mert ugye nem voltunk mi ebbe benne, hiszen az ott szolgáltatást, üzletet működtetők jogviszonyban a fővárossal vannak, hiszen bérlet, ők tőlük, a fővárostól bérlik azokat a üzlethelyiségeket, ami nagyon jól ismerünk. Számunkra a mi területünkön egyedül a Burger King van. Tehát ez egy viszonylag egyszerű. Amikor kiderült az, hogy itt gondok, problémák vannak, azonnal leültünk a szervezet, tehát az ott dolgozóknak a képviselőivel, civil szervezetekkel, és egy levélbe hívtuk fel a fővárosnak a figyelmét, hogy nagyon komoly feszültségek alakultak ki, és kértük, hogy tegyék meg a szükséges lépéseket. Tovább haladt ez a történet, bejöttek a pályázatra a különböző elképzelések, tervek, ajánlatok, és ennek alapján, amikor ez számunkra ismerté vált, akkor ki kellett mondanunk azt, hogy nagyon sajnáljuk, de tekintettel rá, hogy mi nem 7-8-9 szintes épületeket képzelünk el erre a területre, éltünk a vétójogunkkal. Na most ez a tényszerű dolog. Nem utólagosan, nem politikai nyomásra, hanem kezdettől, az első pillanattól kezdődően. Ez volt az álláspontunk, ezt is tudatosítottuk a civil szervezetek, és van a másik, hogy mellette ott épült a három toronyház, kiemelt állami beruházásként. Nem tudom, hogy a szerkesztő úr tud-e arról, hogy tiltakozást szervezett volna a Fidesz-KDNP azzal kapcsolatosan. Nem tudom, hogy tud-e a szerkesztő úr arról, hogy a Műszaki Egyetemen egy 16 méter magas épület helyett, amit az építési szabályzat lehetővé tenné, kivették a szabályozás alól kiemelt állami beruházásként, és egy 40 méter magas épületet húznak föl. Hogy tiltakoztak ellene? Nem tiltakoztak. Tekintettel rá, hogy itt a főváros volt alapvetően, politikai szempontból egy teljesen fölösleges az ott élők, ott dolgozók szempontjából egy hetsz kampány játszódott le tiltakozásokkal, petíciókkal, fantasztikus odafigyelésekkel. Simicskó képviselő úr ugyan a kerületben sokat nem tett, de ott megjelent, és ő elmondta, hogy ez a balliberális szintársulat, ami a 11. kerület, azért mégis ez megengedhetetlen. Szó sem volt erről. Egyszerűen ezeket az embereket egy olyan feszültségbe kergették vele, amit én a magam részéről, bár én nekem üzletem ott nincs, érdekeltségem közvetlenül nincs, nem tudok megbocsájtani nekik. Nem arra való egyébként egy terület, egy önkormányzat feladata, hogy az embereket politikai célok érdekébe elkezdje heccelni. Az itteni ellenzéknek, a Fidesz-KDNP-nek
az lenne a feladata, hogy szolgáljon, nem politikai, hanem az itt élő emberek érdekébe dolgozzon. Ez nem annak az érdekébe történt. Mondhatjuk, hogy nem úgy alakult, ahogy alakulhatott volna, és jelenleg ugye le van fújva ez a projekt, de mégis előbb-utóbb, csak hogy lezárjuk egy kicsit ezt a történetet, fel kell majd újítani, hiszen örökké nem marad, ha ilyen romos állapotban. Folytatódik ez tovább. Mi várható? Abszolút értelemben ezt mi nem zártuk le ezzel a történettel, hanem már akkor a civil szervezeteknek elmondtuk, és ezt ők várják is, és dolgozunk is rajta. Erre a területre egy építési szabályzat vonatkozik. Ennek az építési szabályzatnak a birtokába, ugye nézzük meg, hogy a környéken ott 9-10 szintes épületek vannak, ezt teszi lehetővé. Mi ezt a területet ki fogjuk venni az építési szabályzat hatálya alól, és nem fogjuk lehetővé tenni egy új szabályozással egyetembe, hogy olyan toronyépületek épüljenek oda, ami gyakorlatilag, most mondjam azt egyszerűen, nem odavaló. Nem odavaló. Na most az, hogy mi legyen az építési szabályzatban, és milyen elképzelések, no, ez fog következni egyébként, amit pontosan tudnak és várnak a civil szervezetek, az ott élők, le fogunk ülni velük, és végig fogjuk lépésről lépésre ezt a dolgot beszélni, és a szabályozást így fogjuk létrehozni. Arra a kérdésre, ha fölteszi szerkesztő, nem tudok még válaszolni, hogy ezen a területen pontosan mi lesz, hogy a meglévő bevásárlóközpontot fogják felújítani, vagy egy hasonlót hoznak létre, nem tudom, ez majd a tárgyalások eredményeképpen fog eldőlni. De legalább nem került le az asztalról az ügy. Viszont evezünk egy kicsit hazai vizekre, az ön szempontjából az egészségügyre. Ezen a területen azt látni, hogy olyan komoly beruházások sora érik be, legtöbbje még az idén, amire sok városrésznek nagyon sokáig kell várnia. Itt lesz a gyermekegészségügyi centrum, a diabétesz központ, a Madárhegyi gyermekcentrum. Miért pont ezek a fejlesztések váltak prioritássá, és egyáltalán hogy sikerült eljutni idáig, hogy ennyi fejlesztés történik? Még mielőtt valaki azt gondolná, hogy azért, mert orvos vagyok, azért, mert én vezettem a Szent Imre kórházat 10 évig, azért kerültek ezek fókuszba. Nem. Nekünk az a feladatunk az önkormányzatban, hogy mindig lekövessük azokat az igényeket, amik az életben megjelennek. Természetesen ezek egy részét nem tudjuk teljesíteni. A gyermekegészségügyi központ nem a mi időszakunkban indult, 2017-ben az elődeink kötöttek az állammal szerződést, az egészséges Budapest program keretébe, hogy fölépítik. Igen ám, de az egy 1,7 milliárd forintos beruházásként indult, ahol mintegy 500 millió forint önkormányzati rész is volt, tehát 1,2 volt az, ami az államtól jött volna, aztán mégis jött, mert ennek is volt ez egy elég komoly, hogy mondjam, fejlődése, ha lehet így fogalmazni. Tehát elindult annak a régi szakközépiskolának az átalakítása ennek megfelelően. Azonban úgy döntött a kormány, hogy ennek a kerületnek nem adja oda az 1,2 milliárd forintot. Magyarul egy olyan helyzet, patthelyzet alakult ki, hogy itt sok minden lehet, de hogy ebből nem lesz gyermekegészségügyi központ, az biztos. Én bent voltam akkor egy tévéadásba, és azt mondtam, hogy rendben van, én tudomásul veszem a kormány döntését, hiszen nem vagyok részese a döntés előkészítésének. De ki fogok tenni egy molinót erre a félkész épületre, és rá fogom írni, hogy ma már a Fidesz-KDNP kormánynak a gyermekek egészsége sem számít. Ezt meghallotta a Budapestért az államtitkár, Fürjes Balázs, szembesítette másnap vele a szerkesztő, és akkor azt mondta, hogy föl fog hívni, és meg fogja velem beszélni. Becsületére legyen mondva, fölhívott, és megbeszéltük, és intézkedett. Így kaptuk meg a 1,2 milliárdot, amiben ők már korábban kötelezettséget vállaltak. Na most ezzel az ég egy adta világon még semmi nem alakul ki. Ugye a főváros évenként 10 milliárd forintot kap, összesen 50 milliárdot az atlétikai VB rendezési jogának, hogy úgy mondjam, befogadásáért. Ebből a 10 milliárdból mi
tavaly kaptunk 1,4 milliárdot, és itt is hadd tegyem hozzá, nem rossz indulatból teszem, hanem hogy azért a nézők érezzék és lássák, hogy milyen idézőjelbetett segítőkészség van a kormány részéről. Tudja szerkesztő úr, hogy a 2021-re vonatkozó 1,4 milliárdot mikor kaptuk meg? Mikor? Decemberben a két ünnep között. 2021-re, 2021 decemberébe a két ünnep között. Azt vajon hogy lehetett elkölteni 2021-be? És hát még van egy 1,2 milliárd most 2022-re, és nem csak a gyermekegészségügyi központ, ami nem csak Újbuda, hanem a 22. kerület, Diósd, Érd, Török Bálint, Biatorbágy, mintegy 40 ezer gyermek járóbeteg szakellátásáért felelős. Nem csak az lesz ott, hanem ami fontos, ami nagyon fontos, egynapos beavatkozási lehetőség. Ugyanis a teljes neve úgy szól ennek a beruházásnak, hogy gyermekegészségügyi központ és egynapos sebészet, ellátás. Úgyhogy mindenképpen megvalósítjuk azokat a beavatkozásokat, szürkehályog műtétektől kezdődően sebészeti beavatkozások, amik az egynapos kategóriába tartoznak, és ezzel a poliklinikai jellege, amit évek óta mond az egészségügy vezetése, de érdembe sokat nem tettek ennek érdekében, megvalósulhat. Ez egy fantasztikus előrelépés. És a másik dolog, diabétesz központ. Nem csak felnőtt, hanem gyermek, népbetegség. Több mint 1 millió embert érint az országba. Ez gyakorlatilag, hogy egy helyen lesz felnőtt és gyermek diabétesz központ, és megvalósul ezzel a szakszerű ellátása ezeknek a betegeknek, és tudnak tenni a megelőzés érdekébe. Ez nem csak a fővárosban nincs, országosan is ilyen szinten hát keresni kell, hogy meglássuk. Tehát ez vonatkozik az egészségügy részre, és még egyszer mondom, a szükséglet irányított bennünket abba, hogy ezeket a dolgokat meglépjük és megvalósítsuk. A másik a Madárhegy. Madárhegy beépült, ott végeredményben az ég egyadt a világon semmilyen olyan fejlesztést nem hajtottak végre, ami ott az infrastruktúrálisan a kiszolgálás biztosította volna. Nincs óvoda, nincs bölcsőde, nincs iskola. Gyakorlatilag épültek egymás után az épületek, és rákerült a teher a gazdagréti óvoda, iskola, bölcsődei hálózatra. Tehát itt mindenképpen lépni kellett, minden körülmények között. Ezért van az, hogy most ott egy gyermekközpontot hozunk létre, ahol nem csak óvoda és bölcsőde lesz, hanem gyermekházi orvosi rendelő lesz, ahol játszótér lesz, ahol a gyermekekkel kapcsolatos foglalkozásnak a feltételei kialakításra kerülnek, és én borzasztóan örülnék, ennek a tervei már készülnek, hogyha ez még a mi időszakunkba átadásra kerülhessen. Nem azért, hogy én vágjam át a szallagot, félreértés ne essék, hanem azért, mert ennek a területnek égetően szüksége van arra, hogy ezek a létesítmények szolgálatba álljanak. Az eredmények után beszéljünk arról is, hogy a jövőbe tekinteni is milyen fontos tervezni. Egészen sok a tennivaló. A közlekedés szempontjából is ide vehetjük a parkolást is, ami egyre nagyobb gondot okoz, ugye a városi autóforgalomnak a növekedése, de akár beszélhetünk a déli körvasútról, hídépítés is megjelent igényként. Mit lát ezek közül a legfontosabbnak rövid távon? Hát néhány kérdés szerkesztőről fölvetett, és félem a bajt, hogy a nézőknek akkor most éjszakai pótlékot kell fizetnünk, mert ez hosszú órákat vesz igénybe, hogy megválaszoljam. Minden esetre röviden azt tudom mondani, hogy egyrészt kialakult egy olyan gazdaságos működtetése az önkormányzatnak, ami feltétlenül szükséges ahhoz, hogy a rendelkezésünkre álló források megfelelő összegben megfelelő helyre kerülhessenek. Azért volt nekem egy előnevelő időszakom, én 16 évi kórházigazgatóként egy forráshiányos területet, intézetet kellett, hogy működtessek.
Tehát üzenem egyébként az én politikai ellenfeleimnek, hogy rossz úton járnak, mert én arra szocializálódtam, hogy pontosan, gazdaságosan tudjak egy szervezetet működtetni. Ennek az eredménye lett az, hogy kinyílt a lehetőség. Most elmondták, hogy fantasztikus, gyakorlatilag 30 milliárd forint áll rendelkezésre az önkormányzatnak azt, hogy rendezze a Újbudának, a kerületnek a dolgait. Hogy ez milyen fantasztikus nagy összeg. Igen, ez tényleg egy nagy összeg. De szeretném megkérdezni, nem is kérek rá választ, hogy a 152 ezer lakosú Újbuda, szerintem több, jelen pillanatban is lassan közeledik a 200 ezerhez, vagy Székesfehérvár lakossága nagyobb. Természetesen, mivel Budapest, Debrecen és Szeged után a negyedik legnagyobb városként jelölik Újbudát a lélekszám alapján, ugye értelemszerűen Újbuda a nagyobb. Székesfehérvárnak a költségvetése állépte a 100 milliárd forintot. 100 milliárd. Debreceni a 180 milliárd forintot. Akkor tessék csak elképzelni azt, hogy ez a 30 milliárd sok vagy kevés egy teljes rendszerét egy önkormányzatnak, kerületnek, óvoda, bölcsőde, egészségügyi ellátóhálózat, a működtetés, ami kell a biztonság megteremtése, a város üzemeltetésére, sok vagy kevés, ezt mindenkinek a fantáziájára bízom. De így, mivel beleálltunk ezekbe a dolgokba, sok mindenre jutott. Foglalkozunk a közlekedéssel, foglalkozunk a parkolás lehetőségével. Most már kiterjesztjük a parkolási övezeteket. Szeretném mondani már is, nagyon szépen kérek mindenkit, ne ijedjen meg, hogy például Szent Imre város területén, vagy a Gazdagrét, vagy Örmezőr vonatkozásába parkolási, fizetős parkolási zóna jön létre. Ez az ott élők szempontjából díjtalan, tehát őnekik ez végeredményben egy jelképes összeggel magára az egész kerületre megváltható, mint ahogy idáig is megváltották a parkolási lehetőséget. Ezzel azt kívánjuk megakadályozni, hogy a agglomerációból beérkező gépjárművek, ugye tudjuk azt, hogy a kelenföldi pályaudvarnál lévő parkolók 7:30 megtelnek. Utána már nem lehet beállni, nincs szabad hely. Hol teszik le a kocsit? Gazdagréten, Örmezőn, mindenhol, ahol tudják. Tehát végeredményben egy P plusz R parkolóvá változtatják egyébként a kerületet. Na, ezt szeretnénk mi korlátozni. Ezt a lehetőséget. És ezen dolgoznak a Hincs György alpolgármester urék nagyon korrekten és nagyon szépen, és el fogjuk érni azt, hogy valóban ne legyen folyamatosan, jogosan visszatérő panasz a kerületbe élőknek, hogy nem tudnak a lakóhelyüknél parkolni, mert folyamatosan más gépjárművek érdalatta, más településekről érkező gépjárművek foglalják el a helyeket. Polgármester úr, köszönöm szépen a beszélgetést, és további eredményes munkát kívánok. Találkozunk majd egy időn. Én pedig mindenkinek nagyon jó egészséget. Vigyázzanak, mert az osztrák, a német, az izraeli példa az bizonyítja, hogy ez a fránya kis csúnyaság, ez a COVID-19 omikron új variánsával megjelent, és én nagyon kívánom azt, hogy mi ne kövessük most azokat a nyugati példákat, ahol a járvány emelkedéséről számolnak be. Tehát vigyázzunk egymásra változatlanul, meg persze itt van az influenza is. Védekezzünk. Ahol tudunk, közösségbe használjuk a maszkot. Így legyen. Köszönöm szépen.